Kézdi György színművész, Jászai Mari díjas érdemes művész, köztársasági érdemrend tulajdonos. Az ország a Szomszédok virág doktoraként ismeri, de ez csupán életművének egy részét képezi. Klasszikus tragédiák és modern művek jelentős karakterszerepeit játszotta el, a színészethez azonban meglehetősen rögös út vezetett, amelyen a Madách Gimnázium színjátszóköre indította el. Hát akkor a bankbánt kezdtük el ott próbálni, és hát én boldogan vettem ebben a színjátszó csoport munkájában részt. Akkor én már régen, akkor már verseket mondtam az iskolában, szóval ez egy ilyen folyamat volt, aminek az lett a következménye, hogy én lettem második Endre, Magyarország királya, és ezt 1953-ban bemutattuk nagy sikerrel. Aztán 1954-ben az ember tragédiáját játszom, na ide akartam kilukadni, ami hát akkor egy hatalmas dolog volt, ugyanis be volt tiltva az ember tragédiája, azt nem lehetett játszani. És ezt sikerült valamilyen módon színre vinni, úgyhogy az igazgatónk, dr. Fényi András, aki egy nagyszerű ember volt, és Bada tanár úr, aki szintén egy nagyszerű ember volt, Spíró ódákat zengett róla később. Szóval ezek a tanárok voltak azok, akiknek óvó felügyelete alatt mi ezt eljátszottuk. A Zeneakadémia kis termében játszottuk 7-szer, 8-szor, ami hát egy óriási dolog volt, de nagytalmas sajtója volt, Kodály Zoltán ott volt a premierre. Szóval ebben én rengeteg szerepet játszottam. Na ez indított el tulajdonképpen, hogy én színész legyek. De természetesen nem vettek fel a főiskolára, úgyhogy hiába vonult ki a Nemzeti Színház egész tanári kara, és mondták, hogy csak menjünk, nem vettek föl, úgyhogy elmentem könyvkötőnek 1954-ben, mert ugye az olyan művészi szakma, gondoltam én. Az érettségi után az Athénaeum nyomdában kezdett dolgozni, ahol rájött, mennyire távol áll tőle ez a szakma. Én belekényszerültem egy olyan munkába, amihez a világon semmi kedvem nem volt. Tehát én 4 évig egyszerűen könyvkötő voltam egy gyárban, az Athénaeum nyomdában, ami egy könyvgyár volt. És ahol úgy csak olyat csináltam, amihez a világon semmi kedvem nem volt. Miközben verseket tanultam, verseket mondtam, felléptem. Úgyhogy ez egy ilyen rettenetes, kettős, ambivalens élet volt. Helyes, akkor ezzel is idős korú. Közben előadó művészi működési engedélyt is kaptam az országos rendezői Oritól, akkor még úgy hívtam, és együtt léptem fel Besenyei Ferenccel, Asen Oszkárral, Básti Lajossal, szóval miközben könyvkötő voltam az Athénaeum. Na ez így indult, utána akkor már aztán fölvettek a főiskolára 58-ba, harmadszorra. Ismét tanulhattam, ismét azzal foglalkozhattam, hogy tanulok. Nagyon élveztem. Közben már elvégezte a főiskolát. És akkor kötelező volt, még vidékre ment. Tehát nem úgy volt, hogy az ember elvégezte a főiskolát, és oda ment, ahova akart, vagy ahova hívták. Kötelezően vidéken kellett kezdeni. És nekem irtozatos szerencsém volt, mert a Lengyel György, aki ezt a bizonyos madásgen, őt vették föl egyedül akkor a főiskolára, de nem mint színész, hanem mint rendező. Tehát ő rendezőként végzett, és Debrecenbe került, és amikor én 1 évvel előttem végzett, és hát akkor ötünk mentünk együtt le Debrecenbe,
Sinkó Laci, Csénémet Lajos, Tóth Judit. És akkor ott egy nagyszerű szereppel kezdtem, Shakespeare, ahogy tetszik című darabjában a Jacques-ot játszottam. Utólag, hát nem az volt életem legnagyobb sikere, de az egy nagy szerep volt, és nagyon, nagyon nagy dolog volt. A Debrecenben, Pécsett és Kecskeméten hosszú éveket eltöltő színész rengeteg darabban játszott, az akkori színházi élet pikantériáját pedig az adta, hogy a virágzó szocializmusban sok mindent nem lehetett nyíltan kimondani. Akkor olyan volt a társadalmi légkör, hogy az emberek valójában csak ilyen képletesen tudták ki a sorok között. Olvastak, sorok között beszéltek, és hát ez, de ez akkor magától értetődő volt, és ez a színházban egészen fantasztikus dolgokat produkált, mert egy Shakespeare előadásnál, egy Hamletnél, hát az ember tragédiáját nem lehetett játszani sokáig, aztán már lehetett, de azt bizonyos dolgokat mindig áthallással mondtunk, hallgattak, és rettenetes sikerek voltak. Nem lehet tudni, hogy miért, hát azért, mert az ember mindig valami mást akart elmondani a lélek szabadságáról, a gondolat szabadságáról, amit tulajdonképpen egy az egyben nem lehetett elmondani, mert cenzúr nem lehetett. Kati, hol a vérnyomás mérőm? Itt kell lenni a karomtól egy nyúlásnyira. Az ember tragédiáját, amikor játszottuk, akkor szinte abból beszélgettünk. Most ezt gondoljon bele, hogy 17-18 éves, 16 éves gyerekek, egyszerűen az ember tragédiáját mondogatták egymásnak, és akkor meg a bánkbánból, ha hét az utcán, hétszer elesik, szinte annyiszor kacagjuk magunkat el. Szóval a szánás már akkoron következik, mert egyikük föláll, nem tud. Hát ilyeneket mondogattunk egymásnak, amikor valamit akartunk, ha valamit ki akartunk igazán fejezni, akkor ilyen képletes beszédbe. Gyönyörűséges volt, hát ma visszagondolva erre, hát ez egy maga volt a csoda. Később aztán nem csak ilyen cizellált beszédű szerepeket játszott. A színpad és a filmek mellett szinkronizált is, ma is sokan emlegetik egyik legnagyszerűbb szinkron alakítását. Az azóta kultuszfilmé vált Bluffben a kegyetlen maffia vezérnek kölcsönözte a hangját. Arany szabály, hogy nem szabad a holttestet egy darabban felemelni. Úgy tartják, a legeredményesebb módszer az, ha a hullát 6 darabra szeljük, majd egymásra pakoljuk. Elárulná valaki végre, hogy ki ez az alak? Szóval, amint megvan a 6 részecske, szabaduljunk meg tőlük, mert ugye már nem tanácsos a mélyhűtőbe tenni, hogy a mama megpapízza. Érdekes, hogy mindenki erre emlékszik, pedig ez egy, nem, igen, hát ezek nagyszerű dolgok voltak. Ez a színész dolga, ez szakma. Ez ilyen egyszerű, szóval ezt meg kell tanulni, sokat kell gyakorolni. Ezt mindig mondom a fiamnak, meg az unokámnak, akkor kérdezik, hogy nagyon sokat kell gyakorolni, és akkor természetesen kiröhögnek, mert nem erről van szó, de csak is erről van szó. Úgy bepuszíják a csontokat, mintha vajat nyalnának. Egy ilyen pazar lakomához kb. 16 kis malacra van szükség. Nem hiába mondom mindig, hogy óvakodja disztó tenyésztőktől. Ma már nem szinkronizálok, mert ma ez már rettenetesen fölgyorsult minden, úgyhogy azonnal befűzik, rá kell mondani. Egyszer megnézem, és mondani kell. Ezt én nem igazán tudtam már, nem is szerettem, úgyhogy tulajdonképpen ezt úgy abba is hagytam. Rengeteget rádióztam. Rengeteget. Amíg még volt rádió. Egy jól megtervezett 100 kg-os testtel 8 perc alatt végeznek.
Miután a hadik kávéházban ezt nem hagyhatom ki, hogy Karinthy Frigyes nekem tulajdonképpen 18 éves korom óta, 17-18 éves korom óta, az nem tegnap volt, azóta folyamatosan és szinte megállás nélkül az egyik olyan szerző, akit én mindig mondok, mai napig. Mert amiket ő írt, bizonyos dolgokat, azok egyre aktuálisabbak, egyre fontosabbak, egyre jobban kifejezik azokat a helyzeteket, utána egy zseniális gondolkodó is volt. Nem csak humorista, sőt, elsősorban nem humorista volt, hanem egy nagyszerű filozóf. Úgy gondoltam, és mai napig úgy gondolom, hogy ha én tudnék írni, mint ahogy nem tudok, akkor én írtam volna meg azoknak egy részét, amit ő. Persze nem mehetünk el szó nélkül a leghosszabb és legsikeresebb magyar teleregény, A szomszédok mellett sem, ahol a Magenheim család virágdoktoraként hatalmas ismertségre és népszerűségre tett szert. Egy olyan szerep volt, amit annyian néztek annak idején, hogy egész életemben, ha összeadom az összes szerepemet és előadóestemet és bármit, amit csináltam, nem látták annyian, mint amit egy adás alatt A szomszédokat. De hát ez, mondom, ez egy óriási népszerűséget hozott. És ez ennyi, hát természetesen ezek nagyon fontos, egy színésznél ez nagyon fontos szempont, de hát mint szerep azért nem az volt. Győzelem! Nem tudom, de utálom, ha befogják a szememet. Kérem, hagyjam ezek, hülye vicc. Kézdi György ma 76 évesen sem hagyta abba a munkát, szerinte ugyanis a színpadtól soha nem lehetséges teljesen elszakadni. Ákom Bákom címmel önálló estje fut, verseket mond, a Belvárosi Színházban pedig az Esőemberben is játszik. Kor az dolgozik, az egészségem az nem egyformán jó, de hát az ember addig, amíg él addig, ezt nem tudja abba hagyni, ez fontos.